Üdvözlöm nézőinket Szerencsen és a Kistérség 15 településén. Önök a Szerencsi Televízió adását látják. Kuruc Hajnalka vagyok. Műsorunk tartalmából. Jövőre végeznek a 37-es főút Szerencsi szakaszának az átépítésével. Gyűjtik az adatokat a számláló biztosok. Mi lesz veled Zempléni Fesztivál? Találkozás Lackfi János költővel. A közterületek rendjéről. Útkorszerűsítés és térépítés Legyesbényén. Képzéssel a foglalkoztatás bővítésért a hátrányos helyzetű településeken. A labdarúgók győzelme. Úgy tűnik, hogy bekerül majd a rekordok könyvébe a 37-es számú főút Szerencsi belterületi szakaszának 2,5 kilométeres átépítése. A beruházás befejezési határidejét immár harmadik alkalommal módosítják. A kisajátítási eljárás hosszadalmas procedúrája még nem ért véget, addig pedig nincs érvényes vízjogi létesítési engedély. A dokumentum hiányában pedig nem folytathatók a munkák. A 37-es számú főút átépítése az elmúlt év márciusában kezdődött el. A több mint 1 milliárd forint összértékű beruházás a közlekedés operatív program keretében valósul meg. A munkákat 1 kilométer hosszúságban, az eredeti 2x1 sáv szélességben végezték, a további 1,5 kilométeren 2x2 sávra szélesítették az utat. A beruházás keretében körforgalmi csomópont létesült a Prügyi út kereszteződésében. A Szerencs-patak feletti hidat elbontották, helyére új, több mint 24 méter hosszú, 2x2 forgalmi sáv átvezetésére alkalmas műtárgyat építenek. A tervek szerint a munkákkal 2010. november végéig kellett volna végeznie a fővállalkozói konzorciumot vezető Vegyépszer ZRT-nek, azonban a cég csődközeli helyzetbe került, már ősszel elbocsátotta a dolgozóinak a jelentős részét, és ne állt a munkával a hazai útépítéseken. A cég nehéz pénzügyi helyzete miatt 2011. május 9-én csődvédelmet kért. Ezután kezdődött el a jogi procedúra, és a konzorciumban résztvevő FK Raster építőipari ZRT-vel az egyeztetés a Szerencsi projekt folytatásáról. Május végén még nem kötöttek megállapodást a cég, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT között. Mivel a munka nem készült el időben, ezért a 37-es számú főút Szerencsi átkelési szakaszának átépítésére kötött eredeti megállapodást módosítani kellett. Azonban a 2010. november 30-án lejárt eredeti szerződés változtatásához az FK Raster konzorciumi társa, a Vegyépszer ZRT 2011. május 26-áig még nem nyújtotta be teljesítési bankgaranciáját, ezért a közreműködő szervezet a szerződés módosítását nem jegyezhette ellen. Május végén már biztosnak tűnt, hogy az idei év szeptember 30-ára módosított befejezési határidő sem lesz tartható. Ez a szerződés ez most módosítás alatt van. A végleges befejezési határidő 2012. május 15-e, szemben az előző szerződéses határidővel, amelyik ez év szeptember 30-a lett volna. Ennek a határidő módosításnak a legfőbb alapja az, hogy a kisajátítási eljárások megálltak. Itt a különböző ingatlan tulajdonosok bíróságon megtámadták a határozatot. Ez van folyamatban, várhatóan az éven talán felszabadul a teljes ingatlan mindenhol, és birtokba tudjuk venni munkavégzésre, ami azt jelenti, hogy emiatt csúszik az egész beruházás. Az elmúlt hónapban gyakorlatilag, mint ahogy a hátam mögött látható is, a hídépítési folyamatok mennek, illetve mentek. Ezzel kapcsolódóan a mederburkolás, mederrendezés, az úgynevezett híd utáni B-szakasznak az aszfaltozási munkái mentek. A Prügyi körforgalom lett véglegesítve kopóréteggel és rendbetéve. Most pillanatnyilag az A-szakasz első területén első szakaszán a Molkút körforgalomtól a Prügyi körforgalomig egy burkolatcsere van folyamatban. Reményeink szerint november 15 és november 30-ig úgy gondoljuk, hogy itt a munkák folytatódhatnak. Reméljük, hogy az időjárás is kegyeibe fogad minket. Ez idő alatt, amit tervezünk, az az, hogy a úgynevezett főpálya, az ha idéglenesen is, de forgalomba helyeződne, ami azt jelenti, hogy a most épülő híd is beleértendő ebbe a folyamatba. És
nem a jelenlegi híd provizóriumon keresztül fog zajlani a közlekedés. Reméljük, hogy ezt fogjuk tudni teljesíteni. Az elmúlt időszakban a városvezetői két dologban keresték meg a nemzeti infrastruktúrát. Az egyik a gyárúton egy újabb lehajtónak az építése, a másik pedig kérdésként merült fel, hogy hogyan történik majd ide az ipari parkba a gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés. E tekintetben ez a projekt bővült-e, vagy pedig maradt minden az eredeti terv szerint? Legjobb információim és tudásom szerint maradt az eredeti konstrukció, így a gyári lehajtó sem fog megvalósulni, ennek közlekedésbiztonsági problémái vannak. Lévén, hogy a kerékpár út nem része ennek a projektnek, így az sem feladat. Hát remélhetőleg valamilyen úton, módon itt a közlekedés azért csak le fog tudni bonyolódni az ipari park irányába is. A jelenlegi információk szerint a projekt befejezéséig az eredeti határidőhöz képest másfél éves csúszással kell számolni. Ez idő alatt érdemes lett volna pályázni kerékpárút létesítéséhez és a szervizutak felújítására, mert a tervek már ezekre a munkákra korábban elkészültek. De talán ami késik, nem múlik. Reménykedjünk abban, hogy ezek a munkák is megvalósulnak majd a közeli jövőben. Az elmúlt hetekben a Központi Statisztikai Hivatal eljuttatta a háztartásokba a 2011-es népszámlálásról szóló tájékoztatót és a kitöltésre váró kérdőívek egy-egy példányát. Borsod-Abaúj Zemplén megyében 2500 számláló biztos állt munkába, hogy október 31-ig befejezze a személyekről és az általuk használt ingatlanról az adatok rögzítését. Az idén október 1-én kezdődött összeírás célja, hogy olyan adatokat gyűjtsenek, amelyek alapján képet kaphatunk az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai adatairól, iskolai végzettségéről, foglalkoztatásáról, a családok és háztartások jellemzőiről. Az adatok gyűjtése titkos, éppen ezért a kérdőíven nem szerepel név. Bár az idén már lehetőség volt az interneten is válaszolni a kérdésekre, azonban a lakosság többsége még a papír alapú kitöltést választja. Az összeírás mindenhol sikeresen megindult, nagyon jól haladnak a számlálóbiztosok. A tapasztalatunk az, hogy az emberek döntő többsége még mindig az interjús kikérdezést választja. Kevés atrocitásról volt tudomásunk, tehát legtöbb helyen szívesen fogadják és várják az összeírót. Volt olyan hely, ahol első hétvégén reklamáltak, hogy náluk még nem járt. Az adatok, ma reggeli adatokat tudok mondani. Az internetes kitöltés az, ami napra készen pontosan benne van a rendszerben, mert ugye, hogy a kérdőívet betöltik, az azonnal feldolgozza a rendszer és betöltésre kerül. Országos szinten kérdőíveknek a 14%-a érkezett be interneten, ez Borsod megyében 11% körül van, Szerencsén egy kicsit magasabb, 12%. Hogyha az egész összeírás készültségét nézzük, ott nem tudok ilyen pontos adatot mondani, hiszen a monitoring rendszerbe nem kerül be rögtön a papír alapon kitöltött kérdőív, mert azt még a felülvizsgáló is ugye átnézi, ha van apró hiba, javítja, ha több hibát talál, akkor ugye visszaadja a javítása, megnézi a területfelelős is. Tehát ezek azok a kérdőívek, amik már benne vannak a rendszerbe. Az országos szinten 33% körül van, Borsodban 32%. De szerencsén a területfelelős kolléganő például mondta, hogy ott már 60-65% között össze vannak írva a kérdőívek, tehát a lakások és a személyek. Tehát ezért mondom azt, hogy országosan biztos, hogy nagyobb ez az arány, csak még a rendszerben mai nap ennyi került be. A személyre szóló kérdőíveknél vannak olyan kérdések, amelyekre nem kötelező a válaszadás. Mi a tapasztalat? Válaszolnak-e ezekre az állampolgárok? Az a tapasztalat, ha most Szerencsről beszélünk, ott a kolléganő azt az információt adta, hogy nagyon kis hányad az, aki nem válaszolt ezekre a szenzitív kérdésekre. Hát nyilvánvaló, hogy csak a kérdőívek feldolgozása után, majd valamikor jövőre tudunk erre válaszolni, ugye, mert nem látjuk a kérdőíveket, hogy ki válaszolt rá, meg ki nem. De a tapasztalat vannak olyan területeknek, főleg az idősebbek, hogy szívesen válaszolnak rá. Hát inkább a nagyvárosokban, ugye, ahol nem annyira közvetlenebb a kapcsolat meg. Másképp állnak az emberek az egész összeíráshoz, nehezebben is engedik be az összeírót, bizalmatlanabbak. Ott nem válaszolnak inkább ezekre a kérdésekre.
október 31-e a végső határideje a népszámlálásnak. Mi van azokkal az emberekkel, illetve mi lesz azokkal az emberekkel, akik ebben az időszakban nem sikerült elérni? A népszámlálás során ugye arra törekszünk, hogy mindenki össze legyen írva valamilyen formában. Ugye ezért próbáljuk a sajtó, rádió, tévé, mindenféle csatornán keresztül arra biztatni azokat az állampolgárokat, akik ugye nem kaptak a postaládájukba ilyen borítékot a népszámlálás megelőző néhány napban, illetve azóta sem, és nem sikerült felvenni a kapcsolatot az összeírójukkal, hogyha megteszik, akkor ők maguk jelentkezzenek az önkormányzatnál, mert számos ilyen eset volt, és akkor a címük alapján ők felkerülnek annak az összeírónak a címjegyzékére, amelyik körzetbe tartoznak, tehát ez is egy segítség nekünk, hogyha valamilyen oknál fogva kimaradtak, jelentkeznek, illetve van egy pótösszeírási időszak még novemberben, amikor az összeírók megpróbálják azokat felkeresni, akik valamilyen oknál fogva távol voltak, vagy nem tartózkodtak otthon, és mondjuk a szomszéd erről tudott nyilatkozni, hogy most éppen utaztak, de 7 múlva hazajönnek, tehát megpróbálják még ezeket a személyeket is felkutatni és összeírni. Tehát az a cél, hogy minél teljesebb körül legyen az összeírás, és nem maradjon ki senki. A népszámlálásban való részvitel kötelező, mint ahogyan az adatközlésnek is a valóságot kell tartalmaznia. Aki nem az előírt határidőben tesz eleget kötelezettségének, az 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ahol nem járt még a számláló biztos, az elkövetkezendő 2 hétben várható a bejelentkezése. Az állampolgárok közvetlenül is felvehetik vele a kapcsolatot, a telefonszáma és a neve a kézbesített tájékoztató levélben megtalálható. A cenzus megközelítőleg 15 milliárd forintba kerül. Az összeírás részeredményeit a feldolgozás módjától függően a következő évben nyilvánosságra hozzák. Azonban a kérdőívek teljes körű kiértékelése várhatóan 2013-ban fejeződik majd be. Huszadik alkalommal invitálták a közönséget augusztus 12-e és 20-a között a szervezők a Zempléni Fesztivál eseményeire. Igaz, a jubileumi programra az idén rendelkezésre álló pénz a felére csökkent, ezért 8 napra változott a korábban 2 hetes rendezvény időtartalma, ennek ellenére változatos műsorral várták a vendégeket a szervezők. Miután a főtámogató, az Antenna Hungária, a távközlési cégekre kivetett különadó miatt távozott a meccénások köréből, 30 millió forinttal karcsúbb lett a költségvetés. 9 napra zsugorodott a fesztivál, azonban a jubileumi év sokszínű programjaiban számos, korábban már sikert aratott művész, produkció szerepelt, de nem hiányoztak a fiatal, előadó művész generáció legtehetségesebb képviselői, vagy a friss zenei, irodalmi formációk sem. A jubileumi rendezvény után 2 hónappal már mérleget vontak a szervezők. A program színvonalas volt, az érdeklődő jegyvásárlók is kitüntették figyelmükkel a fesztivált, azonban az önkormányzatokkal kötött megállapodásban vállalt pénz sem érkezett meg még hiánytalanul, így még több millió forintos számla vár rendezésre. Véget ért az idei jubileumi Zempléni Fesztivál, nehezen indult, mi lett a vége ennek a rendezvénysorozatnak az idén? Hát kettős a mérleg, hogy így fogalmazzak. Egyfelől ugye a pénzügyi nehézségekkel nem sikerült úrrá lenni, de hát ezt azt hiszem, hogy aki egy kicsit figyelemmel kísérte a rendezvénynek az idei történetét, az erről tudomást szerzett. És hát az utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy hát ha sikerül valamilyen szponzorációt még szerezni, de ezek a remények elszálltak, és így csináltuk meg a rendezvénysorozatot. Ami viszont a másik oldalról soha nem látott sikert hozott, ugye ha szerényebb körülmények között is rövidebb időtartammal, kevesebb programmal, de ezeken a programokon olyan nézőcsúcsokat döntöttünk, ahogy ezt manapság mondani szokták, ami eddig nem volt tapasztalható. Aki csak a nyitó koncerten ott volt, vagy akár bármelyik koncertünkön, vagy éppen mondjuk a Szerencsi Bach esten, akkor személyesen is megtapasztalhatta, hogy tulajdonképpen úgy telt házas, hogy a férőhelyek szám meghaladó módon, tehát pótszékekkel tudtuk csak kielégíteni a nagy érdeklődést.
Ugyanakkor a rendezvény az természetesen költségvetésből gazdálkodik, valamikor e tekintetben is mérleget kell vonni. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Sikerült-e kifizetni a számlákat, illetve van adóság? Hát az a helyzet, egy valamikori hadvezér mondta ezt, pontosan nem fog beugrani, hogyha még egyszer így győzünk, akkor nem marad több katonám. És mi is valahogy így vagyunk, hogy ha még egy ilyen sikeres fesztivált rendezünk, akkor tönkre megy a cég bele. Durván 5 millió forintos deficittel zártuk a rendezvényt, ami az összköltségvetését tekintve olyan 50-valány milliós volt, tehát durván 10%-át nem sikerült forrásokból biztosítanunk. A jegybevétel, ami az előbb említett csúcsnézőszám miatt, hát a vártnál magasabb volt, ezt se tudta a meglévő hiányt befoldozni. Úgyhogy a jövőre nézve csak mondom azt, hogy hát sajnos még egyszer így nem tudunk neki ugrani egy zempléni fesztiválnak, és elég elszomorítóak az előjelek. Én azt reméltem, hogy itt az őszre talán fordulat áll be, de hát mint a nemzetközi gazdasági helyzet, meg egyáltalán a külső körülmények nem abban az irányba mutatnak. Nem tudtunk még minden számlát kifizetni, tartozunk, nekünk is tartoznak még egyébként önkormányzatok részben, illetve hát még a úgynevezett pályázati pénzünket se tudtuk lehívni 100%-osan, mert ahhoz ki kell fizetnünk az összes számlát áfástól minden estül, hogy hozzájuthassunk a 10%-hoz, amit még a Nemzeti Kulturális Alap magánál tart. Meddig kell eldönteni a szervezőknek azt, hogy 2012-ben egyáltalán belevághatnak-e, meghirdetik-e a következő zempléni fesztivált? Hát valamikor évelején ugye mindenképpen, tehát az utazás kiállításra, ami általában február vége felé szokott lenni, akkor jövünk ki az ilyen előzetes ajánlónkkal, ez a szokás. Egyébként, hogy is mondjam, nemzetközi gyakorlatban ez is nagyon későn van. Tehát valójában, ha jó és sikeres és nemzetközi visszhangot is kiváltó rendezvényt szeretnénk csinálni, évek óta ezt próbáljuk megcélozni, de hát mindig valahogy másképp alakulnak a dolgok. Tehát ha ilyet szeretnénk, akkor már valójában egy jó évvel előbb készprogrammal kellene rendelkeznünk, mert a nemzetközi katalógusokba már rég le kellett volna adni a jövő nyári időpontot, programot, fellépőkkel, mindennel, hogy ezt a turisztikai hát szolgáltatók ki tudják ajánlani. Magyar viszonylatban nem rossz az, hogyha mondjuk február végén már meg tudjuk mondani, hogy lesz fesztivál és mi lesz. Én remélem, hogy addigra azért valami olyan helyzet kialakul, hogy el tudjuk dönteni, és nagyon remélem, hogy pozitívan tudjuk eldönteni, mert hát nagyon rossz érzés lenne 20 év után abba hagyni. Többen vannak Zemplénben, akik azt gondolják, hogy ezen a vidéken a kitörési pontot az idegenforgalom, a turizmus jelentheti. Éppen az elmúlt hetekben nyilatkozta televíziónknak Fajó János, Kossuth-díjas festőművész, az immár 13. esztendeje szerencsén megrendezett nemzetközi iskola és művésztelep művészeti vezetője, hogy veszélyben látja a komoly értékekkel rendelkező tábor folytatását. Most a Zempléni Fesztivál szervező is a 20 esztendő alatt sok munkával felépített, itthon és külföldön is ismert attrakció felett kongatták meg a vészhalangot. Szerencsváros önkormányzatának szeptember 22-e ülésén a képviselők döntöttek a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról. Az elfogadott norma szerint a képviselőtestület a műemlékvédelmi, környezetvédelmi, valamint idegenforgalmi okból a városkép védelme érdekében középületeken, közterületeken, illetve műtárgyon és épületen megtiltja a hirdetmények, plakátok, molinók és reklámhordozók kihelyezését a posta, Huszárvár, Sallai utcán, a Kisvásár téren, a vasútállomás előtti téren, a Geisenheim téren, valamint a Rákóczi és Bekecsi úton. Építési munkával kapcsolatos állvány építőanyag elhelyezés engedélyezhető a használatba vételi engedély kiadásáig, valamint ha a saját telken a tárolás nem oldható meg.
A képviselők úgy határoztak, hogy ekkor a földtárolás díja 100 forint négyzetméterenként naponta, de minimum 1000 forint, az építési törmelék kizárólag konténerben tárolva 500 forint konténerenként naponta, de minimum 2500 forint. Vendéglátóipari előkertért 800 forintot kell fizetni négyzetméterenként havonta, míg a közterületeken 10 cm-en túl benyúló üzleti védőtető ernyő szerkezetnek a díja 200 forint négyzetméterenként havonta. Mozgatható reklámberendezés az úgynevezett megállító táblák is ide tartoznak, maximum 1 méter magasság és 70 cm szélesség esetén 4000 forint, illetve 3200 forint darabonként évente, attól függően, hogy az első vagy második díjövezetben helyezik el. A közterületen járműből történő hangos hirdetés ennek minősül a zenei szignális, csak 8 és 18 óra között játszható, amiért alkalmanként 3000 forintot kell fizetni. A közlekedés biztonságát veszélyeztető növényzet az út kereszteződéstől számított 10 méteres távolságon belül nem telepíthető. A rendeletmódosítás következtében a borászati tevékenység során keletkező melléktermék és mosóvíz ne kerüljön más ember ingatlanára, valamint a közterületre. Aki az előírásoknak nem tesz eleget, szabálysértés követel és 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az általános telefonos tájékoztató rendszere mellett lehetőséget biztosít egyes konkrét ügyek telefonon történő intézésére is. Az e-célra létrehozott ügyintéző kontaktcenter az adózók beazonosítását követően személyes jelenlét nélkül területi illetékesség alapján biztosítja több ügyféltípusban az ügyfelek kiszolgálását. A folyószámlával, ügyfélkapu regisztrációval, állandó meghatalmazással, törzs adatokkal kapcsolatos tájékoztatással, a bevallási adatokkal és az adózói, illetve a közösségi adószám igényéssel kapcsolatos ügyek mellett a jövedelem igazolás iránti kérelmek előterjesztésére is lehetőséget biztosítanak. Az ügyintézői kontaktcenter belföldről helyi tarifával hívható a 0640 20 21 22-es telefonszámon, de külföldről is elérhető a 361 441 96 00-as telefonszámon. Utoljára 2008-ban szervezett az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ állásbőrzét Szerencsén a Városi Sportcsarnokban. Akkor a rendezvényen 50-nél több munkáltató 280 munkalehetőséget ajánlott betanított munkásoknak, szakmunkásoknak és felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresőknek. A szeptemberi szerencsi állásbőrzén 720 fővel beszélgettek a munkaadók, közülük 162 fővel kötöttek előzetes megállapodást. 24 álláskeresőnek pedig kifejezetten eredményes volt a 2008-as rendezvény, hiszen ők a helyszínen már munkaszerződést is kötöttek. Úgy tűnik, hogy az akkori, a sorrendben 12. rendezvény volt az utolsó szerencsén. Az idén ősszel megrendezett hasonló programról érdeklődő megkeresésünkre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központja arról tájékoztatott, hogy a megrendezendő állásbőrzék a társadalmi operatív program kiemelt projektjének keretében a civil szervezetek akkreditációja részeként kiírt pályázat alapján szervezték. A pályázati lehetőségnek és a finanszírozásnak köszönhetően Miskolcon szeptember 30-án, Sárospatakon október 7-én, Kazincbarcikán pedig október 14-én nyílt lehetőség az állás és képzési bőrzék megrendezésére a pályázaton győztes Miskolci Regionális Civil Központ Alapítvány közreműködésével. Az idén Szerencsről és térségéből a munkanélküliek Sárospatakon kaphattak információkat elhelyezkedési lehetőségeikről. A kortárs magyar irodalom és gyermekirodalom egyik meghatározó képviselőjével találkozhattak a szerencsi általános iskolás diákok október 11-én a Rákóczi Zsigmond általános iskolában, ahol Lackfi János író, költő, műfordítót látta vendégül az általános művelődési központ. A gyermekzsivajtól hangos konferencia teremben teltház fogadta a szavakkal könnyedén bánó, a gyermeknyelvet jól ismerő író, költőt.
Lackfi János, József Attila díjas költő néhány perc alatt vidámságával, megnyerő humorával, közvetlenségével oldott hangulatot teremtett és mosolyt csalta a kisiskolások arcára. Az író az érdeklődő szempárok előtt végig trappoltatta a részeg elefántot, apám kakasát, Józsika Józsikát, és megismertette a húzakodós nagymamát, valamint a fejtépős takarító nénit és az összes többi gyermekvers szereplőt. Az előadás a hallgatóságot nem egyszer hangos kacagásra késztette. A kisdiákok bizonyára magukra ismertek a Lányok dala és a Fiúk dala című versekben, hiszen kitörő nevetéssel fogadták a költeményeket a Szerencsi Rákóczi Zsigmond általános iskolában. Zajong a kávé gépben a kávé, zajjal töltve az este a hangár, mindenki hip-hopra risszába flongál. Zajong a rigó a bodzabokorban, zajong a tücsök a földben holdon. Zajong a tetőn vernyogva a macska, zümmög a méh, meg a méhné a kasba. Zümmög a fának a lombja a szélben, harsog a tenger, a lúthad az égen. Zajdul a lábam aszfaltra, ha csattan, zörömből a vérem az érben, az agyban. Kertkapu varrod a villamos autó, hilti betonkeverő, mozi, diszkó. Zajong a föld kerekén ma minden, még pont így legyek egy ducsonnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Hajdú-Bihar megyei vám és pénzügyőri igazgatóságának munkatársai az Ártándi határátkelő helyen végrehajtott közúti ellenőrzés során átvizsgáltak egy Romániából Olaszországba tartó, bolgárhonosságú Fiat Ducato típusú lakóautót, amellyel kettő moldáv román állampolgárságú személy utazott. A pénzügyőröknek feltűnt, hogy a gépkocsi padlózatát valószínűleg átalakították, ezért a járművet röntgennel alaposabban megvizsgálták, és kiderült, hogy a padlózat alá összesen 502 karton moldáv zárjegyes cigarettát rejtettek. Pár nappal később a pénzügyőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Györöcske térségében a Tiszafolyó töltésénél zöld határ ellenőrzést végeztek, amelynek során 16 darab fekete fóliába csomagolt dobozt találtak. A dobozokat megbontva kiderült, hogy 800 karton több mint 9,3 millió forint értékű ukrán adójeggyel ellátott cigaretta van bennük. A vámosok a megtalált füstölnivalót, valamint a gépjárművet lefoglalták és feljelentést tettek.